magyar pedagógiában van-e ilyenfajta tanító? Mert ugye ez nem pap, nem hittanóra, nagyon lényeges, hogy nem az, nem néprajz, szűkembet néprajz, és akkor még mondhatnám, hogy mi nem. Próbáltad-e már megfogalmazni, hogy mi igen? Nem. Nem, de ez előfordult, hogy Hévíz Györgyön például, hogy amikor beszélgettem azokkal az asszonyokkal, akik élik is még mindazt, amiről szívesen beszélek, és aztán, hogy elfogott a hév, akkor egyik asszony is, a másik asszony is mondta, hogy magának kéne ide gyűnni papnak ebbe a faluba. A Bibliában találkozunk már a fával, a fának nagyon fontos szerepével. Éva a rossz tudás fájáról szakít gyümölcsöt. Ebből következik, hogy a paradicsomkertben nem csak rossz tudás fája volt, hanem kellett lenni egy másik fának. Volt is ez a másik, ez az életfája volt. Életfája az, ami bennünk növekszik. És amikor a rossz tudás fájáról szakított ő, akkor szabad akaratával élt, szabad akaratával döntött úgy abban a pillanatban, amikor leszakítja a gyümölcsét, hogy neki nincs szüksége az életfára, ő majd Istentől kapott szabad akarata és Istentől kapott értelme, értelmével formálni fogja, tudja a világot. Ez azt jelentette, hogy ki kellett szakadnia a mindenség rendszeréből, öt kellett hagyni neki Isten tenyerét, arról le kellett lépnie. És természetesen borzasztó dolog kiszakadni a mindenség rendszeréből, mert az az ember, aki kiszakad belőle, az egyedül érzi magát a világban, és a körülötte lévő világ az rendezetlen, az szorongást okoz számára. Ez a paradicsomból való kiüzetés, ez az aranykor, a paradicsomi kornak az elvesztése, lelépés, lezuhannás egész pontosan Isten tenyeréről. De a teremtő jó. A lezuhan ember lelkébe fészkeltette az ősképeket. Az ősképeknek a rendszerét, azokat a formákat, amelyek alkalmat adják annak, hogy amikor nagyon egyedül érzi magát, amikor nagyon szórt, amikor nagyon szorongós, amikor tele van félelemmel, akkor ezeket az ajándékba kapott ősképeket működtesse. És ezeket működtette is. Tehát részlegesen mindig visszakerülhetett ezek segítségével a paradicsomi állapotban, és ez életét, létét biztonságossá tette. De aztán éppen a mindenségből való kiszakadás, éppen a részlegesség, éppen a gyarlóság okán az ember ezeket a képeket is úgy eszével kezdte korrigálni, és kövesítette. És amikor kövesítette a legszentebbet, az Istentől kapott tudást, akkor annak a veszedelme támadt a világban, ez az ókorban történt, hogy megszűnik a élet. Hogy nem lesz tovább élet. És a teremtő úgy döntött, a teremtő fényesség és törvényadó fényesség, hogy emberként közénk születik. Az ő életével mondja, meséli azt, hogy miféle Isten világa. Megszabadít bennünket a kövesítéstől. De ezt az embert, az ember élet Istent keresztre feszítettük.
És a keresztre feszítés nem volt fölösleges, bent volt az isteni tervben. Hiszen amikor őt keresztre feszítjük, amikor őt fára feszítjük, akkor ez az áldozat adja lehetőségét annak, hogy az embernek új élete lehessen. A magyar tudásban benne van az, hogy Ádám, amikor eltemették, akkor három almamagot kapott a nyelve alá, és ebből a három almamagból, ebből három különböző fa nőtt ki. Egy cédrusfa, egy ciprusfa és egy olajfa. És amikor ideje érkezett annak, hogy Krisztust keresztre feszítjük, akkor ebből a három fajta fából ácsolta az ember a keresztjét, erre feszítettük föl. Az ő véráldozatából az átok fáját, a rossz tudás fáját életfába nemesítette. A magyar nép számára, népünk számára a keresztfa az életnek a fája. És ebben bent van az a csuda dolog, hogy csak áldozat árán újulhat meg az emberi élet, csak áldozat árán lehet, valósulhat mindenféle élet. Akkori világban egy hónapi summas pénzünk 50 forint volt. De addig vettünk két nyoszaját, egy öt fiókos kasznyit. Szekrint. Na jó, van. Öt fiókos kasznyit, meg asztalt, meg négy széket. Ezt tudtuk venni az 50 forintból. Mostanat, ott is nagyon messze vagyunk. És mondja, hány éves volt? Hány éves volt? Amikor Sommásnak beállt. 13. Most kimaradtam iskolában, őszka gyartam napszalban, azt akkor a Itó Gyurkova egy segédtisztén, azt mondta, hogy ha be lehet írakodni majd a télen Sommásnak, úgy szerződést csinálni. Azt mondom, hogy engem nem vesznek be, ha kicsi vagyok. De a Gyurkai segédtisztot azt mondta, de egész nyugodtan csak mennek el, aztán hát fölvisznek, hát legyek ottan. Úgyhogy bementem, Sommás volt a segédtiszt úr, azt mondta az intézőnek, mikor oda jött. Na intéző úr, nézze meg ezt a jantét, azt mondja, ezt én neveltem föl, mert mikor ide ezt ilyen kicsi, hogy most mondja, hogy ilyennek. Úgyhogy azért abból nagyon szerettem Sommásnak is lenni, mert engem vissza nem hívtak soha. Még egy fűjésé, se azért, hogy én két év adhattam. Soha. Meg ha szerettek is, na. Meg én is megmúltam velek elégedbe, ők meg velem. Nagy birtokosnál volt, vagy középgazdánál? Nagy üzi. Na, sok hatalja volt a emségnek. Emség voltunk Sommásnak. De erre, Hát ki nem tartok olyan mindenben meg. Erre lehet majd vinni majd kis borocskát. Tényleg ennek meg máma van a születésnapja. Most vagyok 39 éves. Hát de jó sikerült ez a tolkoztás. Szerintem hívta is. Azt mondja, ez menni kell, erre inni kell. Akkor iszom. Bekedjük, mert a toll össze tollalta a hajnunkat. Szerintem is poharakat. Nem szabad. Mert? Hát nem iszik én, hogy mindenki az este. Gyenge vagyok. Na, egyedül akarod kikötni, vagy mit akarod? Csajnak. Hagyom, amely jó ennyi. Én sem hoztam hollám. No, látod, mi a hollám? Már csak van. Igen. Igen. Akinek még kell, az... Hát nem ér, hát akarom. Akarom, de akarom. Beteg népség. Hát ez az.
Rákosi né még nem végezett a nagymisével, vagy hova? Nem, biciklivel. Mindig nem futottak hozzá. Csak kezdtek, mi? Feleszettek. Hoztam egy kis jó szívelősít. Nehogy ne menjen a munka. Jézus Mária. Itt már nem lesz semmi munka. Nem? Itt már csak haszonnak dolgozunk. Na, akkor fogjunk hozzá. Egyre van. Egyre van. Egyre van. Egyre van. A fényfára van rajta is. A francusnak az öliberőnök. Jó haszon. Kártyáztatunk most már. Petli, még egy liter. Ezt kell nekünk, nem csak levegőt. Na, kedves szomszédasszonyok, még osztam a munkát, vége van itt a nevetgélésnek. Itt vagy dalótok, vagy dolgoztok. Nem plegykantjál. Hát hallom, hogy a jaj, még férgő megy. Hát azért hülyes hát, még csinálni. Hát benne van az időben. Benne? Ja, én most nagyon náthás vagyok, egyet püszkölje. Hát körülbelül neskél az összeszabálytót, hogy... Bemenjen a szobába. Kérem, egy muszáj megkapasztani a tollat. Látod, milyen jó, hogy meghattad. Majd utána visszük a fusztunkat a legényes ház. Jaj, hadd tudják meg, hogy már készen áll a jajnak a párnája. A férunkja. Nem írjuk rá a nevünket, hogy ki volt az. Hát, hogy is tudja. Nem. Is tudja. Most ez liba vagy kacsa? Ez liba. Ez? Liba mama? Ez hol lehet liba vagy kacsa? Ez tulajdonképpen titok, ezt nem szabad elmondani. Mert ha kacsatoll, akkor szegíjjal. A libától gazdagjal. Igen, persze. Azért nem arulom el, hogy azt mondják, hogy gazdagjal. Ezt se tudtam. Mert majd visszahozom el. Az a legfontosabb, hogy nem tyúktok. Meg az a legfontosabb, hogy nehogy benne hagyjatok egy fosztonkát, mert megszúrja a vőlegénynek a fülét. Azért mondom én is, hogy arra vigyázzatok ide. Na hát ez mikorra meg... Gyurna is lesz. Dunna. Nem, most még csak a párnákat készítjük, ja, majd őszfelé a dunnát. Most még ezen a télen a párnákat kell 7 párna. Jézus, én is annyit kaptam. Na, nem házi asszony, de 7 párnát szoktam, meg 2 nagy dunnát. Bizony. De a dunnyot nem ebből köllom. Tiszta fehér lesz, igen. Mert az a igen, könnyű rok, pehöly. Igen. Hogy agyon nyomja szegény fiatalokat. Igen. Ne szeretnék a helyükbe lenni. Én ide raktam a... De ide magad mellé rakjad, én még ide rakom, mert ez lesz a fosztonka. Meg halljátok, én még szeretnék volna lenni köztük. Én nézted már a legényt, hogy kinek fogjuk ezt oda szórni. Hát veszem még persze. Persze, másik utcában lakik. Másik utcában lakik, nincs az olyan messze, hát. Hát a Galambőskeninek a fia, nem tudta? Mert nem mondod még senkinek sem. Ne, ez titok. Nem akarok mindent elbeszélni előre, mert hát, ha még semmisül a vesküvünk. Olyan is van. Olyan is van. Bizony. Na, de volt egy olyan is, aki nagyon részeges. Azzal mi van? Ja, jó. Az nagyon részeges. Most is ugyanolyan részeges. Most is a kocsmán. Az anyjának, öregleginnek. Hogy van a nóta, hogy az anyja tartsa meg magának? Megmondom a jó édesanyjának, a részeges fia tartsa meg magának. Eldaloljuk neki. Hát eldaloljuk. Hát nem azért mondom, de ez elég kis liba volt. Már kicsik a tollai. Vagy még nem nyílt meg, ott akkor lett koppasztva. Persze, az őszitól biztos, tudod? Akkor van ez a sok apró toll. Ugye fázzon szegény liba. Vagy szabad őszert megfosztani? Nem szabad. Vagy megkoppasztani. Amikor még nyíl a tolla. Háromszor koppasztani? Igen. Akkor jól voltam, anyósom nem akart. Mert ő neki ez mustaha fia volt. Aztán anyjaiktól örököltek 2 holt hüldet. Aztán, ha elvett volna egy györgkiót, mert azt kínoltak neki, akkor nem kellett volna a hőd. De ha engem veszel, akkor ide kell anyja a hődet. Így én még nem akartam, hogy halt én. Nem, én nekem. Mindenhogy mindent mondott, csak jót nem. Hát azt így. De altad, uram, ad nem altra, azt mondta, hogy nem baj, nyelj, akármit mond. Azt is mondta, hogy nincsen roham, nem baj, majd elmegyünk, dolgozunk, azt beszünk. Egyik fizetésből is eszünk, meg a másikból is azt lesz. De hát azt...
így aztán hát csak megesküdtünk a Szegyin, mikor voltam nallájén, mert Szegedre vonult be, a Sándor falban voltam neki, akkor írt levelet, hogy ott vagon életnek, vagy dolgozatnak össze. Azt elmentem, azt akkor mondtam, hogy jaj, de sokat szenvedtünk, hogy egy morsi lehessünk. Azt túl lehet, soha nem gyűjtött, de vissza a havarúba. Havarúba. Hát ezt úgy is lett. Ugyan van, azt írta is mindjárt a levelet. Olyan rossz érzése fogadta el, mikor én eljöttem onnan, hogy engem ma többet nem lát. Fényeskedjen nékik, nyugodjanak békességben Jézus Mária szent nevében. Koszorúkat nem vihetünk a ti sírhalmotokra, mert nem tudjuk, hogy hol a sír az idegen országban. Kik messze távol van, idegen országban, nyugszanak közös sírban. Ahol van, idegen országban, nyugszanak közös sírban. Adj Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjen nékik, nyugodjanak békességben Jézus Mária szent nevében. És fiúnak és Szentlélek Istennek nevében nem ment. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
apám is, anyám is, én velük voltam mindig. Itt voltunk együtt. Szóval, hogy kereség nem volt. Sokat kellett cipekén nyomorogni. Volt hűdünk, meg Misának is volt hűdje, meg apáéknak is. Most jutunk, azt vittük a kukoricát a piacra. Aztán volt, amikor 72 kg kukoricát vittem Pestre. Azt mondták, aki megjötte, hogy jaj, hallja, fiatal lesz, magának a gurónak nincsen lelke. Azt mondom, van neki, csak nem tudja, hogy én hol vagyok, vagy mit csinálok. Szóval mi hol van, mondtam, hogy van a hangorúban. Hát az. De akkor se csinálják ilyet. Mondta, hogy van családom, mondom, van egy anya. Akkor gondolják arra, hogy azt a főkő nevelni. De ott a kénytelenség az emberet rávitte, hogy pészköldött, keresünk nem volt, apám beteg ember volt. A anyám még akkor kicsi volt. Így haladt a sors tovább végig. Úgyhogy én nekem még keresünk. Nem nagyon volt. Áldja meg az Isten azt az édesanyát, aki katonának neveli a fiát. 20 évig neveli világ pompájára, 20 éves korában öltözteti gyászba. Hogyha nagy Isten rajtuk nem könyörül, a vitézek közül meg egy sem menekül. Azóta nem is gondolt arra, hogy férjhez menjen? Nem. Nem. Pedig azóta feketébe jár. Én nekem azóta fekete kendő nem volt le a fejem. Nem? Azóta nem? Nem. És ez azt jelenti, bocsánat, hogy ilyeneket kérdezik, hogy azóta nem volt férfi a háznál? Nem. Nem. Erre János bocsi, anyámnak unokatestvére együtt, azt mondja, hogyha már azt mondja, akkor még férve. Férve nem egy Margit, mert sógor Hadadinov, akkor mennyit riad, mikor te érted, mennyit szenvedett. Hát, de nem is mentem volna. Nem mentem volna a szégyesi dolg is. Életem áldozó a magyar hazámért, béremet kiontó a magyar nemzetét. Nem fél Magyarország, Isten vigyáz reát, ellenség kezében nem adja határát. Az eredendősi szemlélet, az nem lineáris szemlélet, nem lineáris időszemlélet. Borzasztó dolog úgy élni a világban, és a mai ember ilyen, hogy valahol itt születtem. Aztán ebben a sorban élem az életemet. És valahol itt majd el kell mennem az életből. Ez a lineáris szemlélet magával hozza a pusztulástól való félelmet. A körkörös szemlélet az semmiféleképpen nem hordja magába a pusztulástól való félelmet, mert hiszen minden esztendőben, ugyanazon a ponton újra születik a fény, és újra indítja az életet.
és minden esztendőben megújul az élet. Minden esztendőben ugyanúgy, de mindig más ruhában, másképpen. Ez az élet izgalma. És a régi ember azt tudta, bárhol is született az esztendőkörös változásrendben, hogy a születése az a nap születésével rokon. Végig járja az ember életnek a körét, hiszen a régiek azt mondták, hogy kerek élet. És amikor eljut az élete végére, akkor ahol született, ott távozik vissza a Teremtő ölébe. Temetésnél a moldvai csángók fehér vásznyat feszítettek ki a sír fölé. Ezt hídnak nevezték. Érzésem szerint ez a híd nem más, mint a Tejútnak a hídja, mint Isten barázdájának a hídja. És miért kellett átmenni ezen a hídon, ezen a fehér vászon hídon, amelyik a Tejútot varázsolta a temetéskor? Azért, mert Krisztus itt, szembe a születéssel, az ikrekségbe megy mennybe. Ez a mennybe menetelnek a helye. És egy körkörös rendszerben elképzelhetetlen volt, hogy valaki félt a haláltól. A haláltól nem féltek. Halálra készültek. Rosszul nevezzük mi halálfélelemnek azt, ami bennünk van, a lineáris időben élőknek. Ez a pusztulástól való félelem. Ez azt jelenti bennünk, hogy félünk attól, hogy kikerülünk az örökkörforgásból. Kikerülünk a Teremtő adta világból. Van két egyforma hosszúságú, az általnál hosszabb jegyterület, ez a halaknak, az áldozat időszakának a területe, illetve a fényszületésére való készületnek a területe. Ez a két terület a legmisztikusabb terület. Lelkünknek ez a két terület adja a legtöbb táplálékot. Már óvodáskorban próbálják célra futtatni a gyereket. Már óvodáskorban elvárják a óvónőktől, hogy a gyerek az legalább egy idegen nyelvbe valamilyen járatosságot szerezzen, vagy valamiféle számítógépes tudása is legyen. Én kicsit túlzással úgy szoktam mondani, hogy a legtöbb szülő ebben a világban azt szeretné, ha számítógépes mérnökként kerül neki a gyereke, vagy legalább középfokú idegen nyelvi tudása. Butaság ez. Ez a célra futtatás. Ugyanis az embernek nem célja van a világban, hanem dolga. Ezt is példával tudom érzékeltetni. Amikor én középiskolás voltam, apám már nem élt, akit az oroszok Maninki robotra elhurcoltak, és Temesvárot vérhasba halt meg. Nem jött többet vissza. Természetes volt számomra, hogy örömömet azt öregapámhoz viszem. Pomkaszi öregapámhoz, és emlékszem rá, amikor egyik húsvéti szüneten, középiskolásként utaztam Pomkaszba, akkor egész úton, hazafelé, azon gondolkodám, hogy miféleképpen mondom el öregapámnak azt a igen nagy újságot, hogy nekem már célom van. Én már tudom, hogy mi akarok lenni, mit hogyan fogok tenni a világban. Amikor odaértem a házhoz, öregapám nem volt a konyhában, kint volt az istálóban, mentem oda, anélkül, hogy köszöntem volna,
rögtön mondtam a nagy újságot, hogy öregapám, nekem már van célom a világban. Öregapám éppen vitte ki a ganajt a tehén alól, egy pillanatra megállt, és mondta, hogy adjon Isten jó napot. Köszönt, amit én elmulasztottam nagy örömömbe. Aztán nem szólt többet. És én akkor nagyon szomorú lettem, aztán nagyon dühös lettem. Hiszen én nem akármit mondtam neki. És ő ezt átengedte. Itt be, amúgy ki. És akkor megfordult a fejemben, és indulattal, düvel fordult meg a fejembe, hogy igen, itt van ez a sötét, sárba ragadt, trágyaszagú parasztember. Itt van az az ember, aki minden fejlődésnek a gátja, aki olyan tompa és olyan buta, hogy nem tudja fölfogni azt, hogy az unokája megtalálta a célját a világ. Füstölögtem, és füstölgésemben az is benne volt, hogy igaza van azoknak, ilyenekkel tele van minden iskola, akik ezeket mondják a parasztemberről. Aztán néhány nap elteltével mentünk ki szekérrel a határba. Borona volt rajta, úgy emlékszem rá. És ahogy megyünk kifele, láttam ám, hogy hatalmas nagy felhő kerekedett, mégpedig a falunak azon részén, ahonnan eső szokott jönni, és nem is akármilyen eső. Már szóltam öregapámnak, hogy forduljunk vissza, mert megázunk. Mert úgy megázunk, hogy na. Aztán szóltam kétszer-háromszor, nem tudom hányszor, többször, mert öregapám megszólalt, hogy tudod, az embernek dolga van a világban. És azt akkor is el kell végezni, ha cigány gyerekek potyognak az égből. Nagy az ígyék, hogy én akkor értettem meg, hogy mit jelent az, hogy az embernek dolga van a világban. Én ezt felnőtt koromban értettem meg, amikor megkaptam a dolgom. Minden ember megkapja a dolgát. Ezt elhívásnak nevezték régen, vagy elhívottságnak, amikor már tette az ember a dolgát. Csak ebben a iszonyatos zajban, amiben élünk, ebben az ember alig hallja meg azt a csöndes hívást, amikor dologra hívják. Nem hagylak elhervadni, eladom a karikagyűröm, kiváltom a szerep. Advent időszaka november 11-én kezdődik. Ez még a Skorpiónak a jegyterülete. Miért kezdődhet ilyenkor? Mint köztudott, ilyenkor a természetes környezet halálán van. Egyik napról a másikra lecsupaszul minden földi környezetünkben, lecsupaszul a embernek a lelke is. Ez a gyilkolódás nem tarthat tovább, mint november 11-e. Akkor már nincs mit gyilkolnia a skorpiónak. Minden halálra adta magát, és az ember lelke is tele van szótsággal és szorongással. Mivel lehet igazolni azt, hogy régen 6-7-es volt a karácsonyt előző időszak is, mint ahogy 6-7-es a húsvét, az újulást előző időszak. Legenda beszéddel. Arra választott az ég, hogy szegényeknek atya légy. Ó, halld gyermekét sóhaját, mutasd meg szíved irgalmát. Ó, Szent Márton, ó, nézz le ránk.
hadd verjen szívünk Istenért, égjünk szent dicsőségért. Áldozzuk hát fel mindenünk, hogy örökké övé legyünk. Ó, hadd gyermekid sóhaját, mutasd meg szíved irgalmát. Ó, Szent Márton, ó, nézd le ránk! Ugye legyen, ha mindig úgy mesélte nekünk, hogy még a nagy emberek is voltak jó lelkűek. Mert valamikor a kórusok a országút mentén kódultak, mert ott pagyoskodtak, ugye nem volt megfelelő ruhájuk. Aztán Szent Márton meg ilyen katona tiszt vagy katona tölje való volt. Ott valami balos volt rajta. Azt mondja, hogy ment a kőúton, a lovon, azt meglátta, hogy a kórút didereg a országút mentén. Nem szólt az semmit, csak didergett. Ő meg leszállt a lovarú, kárdába kétfelé aszította a palotja, és felét a kórusra telítette, felét meg őnek ilyen nekalba tette. Úgyhogy azok is elismerték azt, hogy vannak olyan szegények, akik a szegénységekben megvannak. Úgyhogy akinek van lelke, vagy nem kell, akkor vallott, csak jól élek, hogy a másikon segítsen. Mindig azt mondta, nektek valamitek van. Ha mind nem is tudod enni, legalább felített oda, mint szemmortona, köppennyit. Márton koldusnak adta köpenyét, égi jelenés, nyitja meg szemét. Krisztus vállán volt a fél köpönyeg, Istennek ad ki szegénnyel felett. Az Úr ajkáról hangzik égi szó, Márton érti már, adni jó. Ruhátlan voltam, felöltöztetett, hívem mind, aki tettekkel szeret. Amikor étes nyújtott régen a családanya Márton napján, akkor a rétes nyújtással Szent Márton közbejárását kérte ahhoz, hogy terítse rá a hóköpenyét a határba didergő Krisztusra, mint ahogy annak idején római katonaként a kettészer köpenyének egyik felét ráterítette. Ebben az időszakban a didergő koldusa. És ráterítette jó Isten az ember. Kérte őt rétes nyújtással, a szűz tészta nyújtásával, hóköpenyét a határba didergő Jézussal. Jézusra, aki pedig nem volt más, mint az őszi vetés, az őszi búzavetés. A régi ember hitében minden búzán rajta van Jézusnak a képe, minden búzába menne alszik a nap. És öreganyám azt szokta mondani, hogy ilyenkor Szent Márton közbejárására a Jóisten fehér gyócsát nem csak a vetésre teríti rá, hanem ráteríti az ember gyehen a tűzbe égő lelkére is. De már a kezdet-kezdetén megvolt az ember lelke fészkében az ősképeknek a rendszere, amit ajándékba kapott a Teremtőtől. És ezek az ősképek alkalmát adták, hogy adott időszakban az esztendőkörös változás ennek egy-egy pontján az ember az ősképek adta mondával, és a monda adta szervezte szokásjátékkal, az ember visszakerüljön a mindenség rendjébe, rendeződjék. És azért van szükség arra, hogy minden alkalommal, tehát minden változáspontnál rendeződjék az ember, mert újra meg újra előkerül emberben az elvesztett paradicsom, az elvesztett aranykor miatt a szorongás, a szortság.
Öreg templom a Szent Mortoni, akkor mi körmenetbe elmenünk a templomi, ott álltani a plébános óra prédikációt, akkor ugye ott szenteljük fel a templomot, ugye oltalnak az asztalába, hogy benne oltal, és abban ki van vészve egy kis valami, annyi ki van hagyva, ahol az a szent erekre be van téve. Amelyik szentnek a tiszteletére van építve, annak erekére van benne. De ez nagy ünnep, úgyhogy nálunk a faluba vendégeket hívnak, mindenki a templom bejut, kicsinál, hogy mikor megy a körmenre, akkor csak csodálkozni lehet, hogy ők mennyi népen. Nagyon fontos volt találkozni Bálint Sándor ünnepi kalendáriumával, ahogy ő közvetíteni tudja a szokásrendszert. Bálint Sándor hites ember volt, és ez érződik az írásában. Minden más közvetítés hozzá képest számomra, mivel nincs mögötte hit, hiteltelen közvetítés. Én egyetemen újságíró szakra jártam, nem sokáig, mert 56-ban a Forradalmi Diákbizottság vezetőjét választottak, aztán meg más dolgom is akadt 56-ban, kizártak az ország összes egyeteméről, börtönben is ültem 2,5 évig. Na szóval, az egyetemen, mint újságíró szakos, hallgattam néprajzot. És egyre idegesebb lettem falusi gyerekként, mert azt éreztem, hogy lehet, hogy valahol ebbe a hazámban, vagy a világ valamelyik táján igaz az, amit mond az én tanárom, de hogy a én környezetemben, abban a faluban, vagy azokban a falukban, amelyekben én előfordultam, ez nem így van, abban biztos voltam. Szóval sokáig taszított a néprajz. A hittelen ember, hiteltelen közvetítése erről a végtelen gazdag világról taszítja az embert. Azt érzi az ember az előadásaidat hallgatva, hogy révületbe esel, és előjönnek olyan dolgok is nagyon gyakran egy-egy előadásodkor, amit úgy általában, amikor beszélgetünk, akkor nem jönnének elő. Igen, hát ehhez kell a közösség. Amikor előadásra készülök, mert minden előadásra készülök természetesen, akkor úgy érzem, hogy amit én el akarok mondani közönség előtt, az csak rám tartozik. És úgy érzem, hogy az igen-igen kevés, meg lapos, mint a rosse. Számos esetben előfordul velem, hogy a járművön gondolkozom azon, hogy egyáltalán megtartsam-e az előadást. Van-e értelme és érvénye annak, hogy ezt a lapossat, ami bennem a készület során előkerült, ezt úgy közvetítsem másoknak. Ez mindaddig tart, amíg az első néhány mondat után nem veszem észre, hogy figyelnek. Van, aki úgy figyel, hogy ellenkezik. Mert hiszen szokatlan számára, amit és ahogyan közvetítem én az amit. Ez is jó. Figyelnek. És akkor történik valami velem, ami szinte magyarázhatatlan, hogy egyszer csak azt veszem észre, hogy olyan mondatok kerekednek, amely mondatokat én előtte nem formáltam magamba. Eszembe nem jutottak. Én azt hiszem, hogy a téma adja. A figyelem és a téma adja, hogy az ember fölé kerüljön önmagának, hogy a kicsike én az úgy szinte teljesen eltűnjék. Jó.
Egy, kettőt vesz. Akkor, amikor én kezdtem kifele jönni a gödörből, mászni, mert azért ez keserves mászás volt, visszacsúszásokkal. Mennyi idő volt, bocsánat? Egy év. Akkor, amikor már úgy derengett fölöttem, bennem is minden, akkor azért én még megpróbáltam azt, hogy tegyek grafikát, hogy részt vegyek kiállításon. Két kiállításon is részt vettem, de ezek voltak aztán igazán a nagy csődök. Szó szerint csődök voltak. Nem sikerült. Akkor nyilvánvalóvá vált, hogy kaptam egy utat, és azon az úton kell járni. Bármennyire is csábító az, amit előtte csináltam, mert hiszen valamennyi nevet hozott az nekem, bármennyire is betöltötte ez a nevet hozó grafikusság az én életemet, az számomra, és ezt hangsúlyosan kell mondanom, számomra zsákutca. Voltak még nekilódulásaim, kettő. Nekilódulásom volt egész pontosan. De belülről hogy volt az, amikor ezt feladtad? Szóval azért ez egy óriási dolog, hogy egy művész ambíciókkal rendelkező ember azt mondja, hogy akkor én innen tanítok. Ez általában az mostani embernél fordítva szokott lenni. A tanítóból lesz művész. De a művészből tanító az ritkán van. Hát ez elmondhatatlan dolog. És nem egyszerre történt azért, mert Papp Gábor művészettörténész figyelt oda erre a tevékenységemre, és az ő ösztönzésére a művészetben megjelent a 70-es évek végén két terjedelmes írása munkámról, és akkor kezdtek engem hívni előadásokra. Lassan, fokozatosan váltam én tanítóvá. Tudjuk azt, hogy a görögségnél, tudjuk azt, hogy a romaiaknál miféle istenségek, miféle mondával és miféle szokásjátékkal szabták meg az ember igazodásának módját, de úgy tűnik, hogy az ókor végére ezek emberi kitalálások lettek. Egyre merevebbek lettek, egyre
csontosabbak lettek, egyre élettelenebbek lettek. Azért kellett magának a Teremtő Istennek emberként közénk születni, hogy a csontossá, kövessé vált törvényt, azt élővé varázsolja. És ezért nagyon fontos a kereszténység megjelenése, mert élő emberek, élő Isten szülő anya és élő szentek igazítják hozzá az embert az élő állatövi rendszerhez. Ma én tőlem fiatalabb már nincs is bőszoknyába. Úgyhogy az én ruhámmal nem tudom, mi lesz. Vagy a tűzre dobjak, vagy nem tudom, nem tudom. Én szeretem. Hát én ebbe születtem, és ebbe is szeretnék meghalni. Ha a templomban megyek, én mindig ráncos szoknyában megyek. Ha este megyek el, ha nappal nem tudok elmenni a nagymisére, mert arra szoktam menni mindig, de ha valami oknál fogva nem megyek a nagymisére, akkor este is én mindig ráncos szoknyát veszek. Pestre jártam, kőművesekre jártam 13 évig dolgozni. Akkor mi kaptunk nadrágot. Nadrágba dolgoztunk. Ilyen, mint ezek a férfiaknak is van az a melles nadrág. Bementem bőszoknyába, reggel átöltöztem, délután, mikor jöttünk haza, akkor megint átöltöztem, és akkor úgy jöttem. Mamától, anyunak, az édesanyjától tanultam várni, anyu nem tud várni gépen, ő ráncolni tud. És akkor, mikor sok ráncolni valója volt, ugye meg kellett elővárnom nekem a szoknyát, és ő beráncolta. Volt úgy, mikor egy héten 30 szoknyát is beráncolt, akkor én hétvégén pénteken, mikor este hazajöttem a munkából, vagy szombaton délig, én galléroztam, mert délután jöttek a szoknyák. Erre a galga mentén ez a divat. Az ilyen. Ilyen van györkön, bagon, galga hívízen, egyforma. Én is azt akkor anyám elmét koromban, 8:30-es szállat, mondom, milyen korán nem ütődök föl. Azt most az emberemmel kilúztunk, de ha feladtad azt volna. Jó, mondom, mindig majd az úton valaki majd rám köti. Persze. Ha. Na csak annyi a szalmagot ennem itt. Megköttük, akkor a belülért kendőt. Engem meghúzta olyan görcsre. Na mondom, beszólok, hát el is ment. Én a mama biztos itthon van. Persze, ő nem megy. Na, megkötti. Rojtost kötti. Hát, azt, anyu azt mondja, hogy rojtost kössek. Jó, mondom, akkor rojtost kötök. Én gondolkoztam, de mondom, jó lesz ez. Jó, nem is jó. Fölvettem én is még alulra egy blúz. A Brigitte is beöltöztettük alulra, de azért csak kötött Belinda. Na, kész. Akkor mehetünk.
Víz küldött, keresünk, nem volt, apám beteg ember volt. A anyám még akkor kicsi volt. Így haladt a sors tovább végig. Úgyhogy én nekem még keresünk. Nem nagyon volt. Áldja meg az Isten azt az édesanyát, aki katonának neveli a fiát. 20 évig neveli világ pompájára, 20 éves korában öltözteti gyászba. Hogyha nagy Isten rajtuk nem könyörül, a vitézek közül meg egy sem Istennek ad ki szegénnyel fele, az Úr ajkáról hangzik égi szó. Márton érti már, adni jó. Ruhátlan voltam, felöltöztetett, hívem mind, aki tettekkel szeret. Amikor étes nyújtott régen a családanya Márton napján, akkor a rétes nyújtással Szent Márton közbejárását kérte ahhoz, hogy terítse rá a hóköpenyét a határba didergő Krisztusra, mint ahogy annak idején római katonaként a kettészel köpenyének egyik felét ráterítette. Ebben az időszakban a didergő koldusa. És ráterítette jó Isten az ember. Kérte őt rétes nyújtással, a szűz tészta nyújtásával, hóköpenyét a határba didergő Jézussal, Jézusra, aki pedig nem volt más, mint az őszi vetés, az őszi búzavetés. Régi ember hitében minden búzán rajta hazafelé, azon gondolkodám, hogy miféleképpen mondom el öregapámnak azt a igen nagy újságot, hogy nekem már célom van. Én már tudom, hogy mi akarok lenni, mit hogyan fogok tenni a világban. Amikor odaértem a házhoz, öregapám nem volt a konyhában, kint volt az istálóban,
mentem oda, anélkül, hogy köszöntem volna, rögtön mondtam a nagy újságot, hogy öregapám, nekem már van célom a világban. Öregapám éppen vitte ki a ganajt a tehén alól, egy pillanatra megállt, és mondta, hogy adjon Isten jó napot. Köszönt, amit én elmulasztottam nagy örömömbe. Aztán nem szólt többet. És én akkor nagyon szomorú lettem, aztán nagyon dühös lettem. Hiszen én nem akármit mondtam neki. És ő ezt átengedte. Itt be, amúgy ki. És akkor megfordult a fejemben, és indulattal, düvel fordult meg a fejembe, hogy igen, lelkünknek ez a két terület adja a legtöbb táplálékot. Már óvodáskorban próbálják célra futtatni a gyereket. Már óvodáskorban elvárják a óvónőktől, hogy a gyerek az legalább egy idegen nyelvbe valamilyen járatosságot szerezzen, vagy valamiféle számítógépes tudása is legyen. Én kicsit túlzással úgy szoktam mondani, hogy a legtöbb szülő ebben a világban azt szeretné, ha számítógépes mérnökként kerül neki a gyereke, vagy legalább középfokú idegen nyelvi tudása. Butaság ez, ez a célra futtatás. Ugyanis az embernek nem célja van a világban, hanem dolga. Ezt is példával tudom érzékeltetni. Amikor én középiskolás voltam, apám már nem élt, akit a oroszok Maninki robotra elhurcoltak, és Temesvárot vérhasba halt meg. Nem jött többet vissza. Én nem arulom el, hogy azt mondják, hogy gazdag, jaj, tessék tudtam. Mert meg visszahozom. Az a legfontosabb, hogy nem tyúktok. Meg az a legfontosabb, hogy nehogy benne hagyjatok egy fosztonkát, mert megszúrja a vőleginnek a fülét. Az mi mondom én is, hogy arra vigyázzatok ide. Na hát ez mikorra meg... Dunna is lesz? Dunna. Nem, most még csak a parnákat készítjük. Ja, majd őszfelé a dunnát. Most még ezen a télen a parnákat kell 7 párna. Én is annyit kaptam. Nem, házi asszony, de 7 párnát kaptam, meg 2 nagy dunnát. Bizony. De a dunnyot nem ebből köllön. Tiszta pehelyez, igen. Mert az, az a igen, könnyű lop, pehöly. De hogy agyon nyomja szegény fiatalokat. Igen. Ne szeretnék a helyükbe lenni. Én ide raktam a... De ide magad mellé rakjad. Én még ide rakom, mert ez lesz a fosztonka. Ne szeretnék a helyükbe lenni. Meg halljátok, én még szeretnék volna lenni köztük. Mi nézted már a legényt, hogy kinek fogjuk ezt oda szórni? Hát veszem még pár. Persze, másik utcában lakik. Másik utcában lakik. Nincs az olyan messze, hát... Hát a Galambőskeninek a fia, nem tudta? Mert nem mondod még senkinek sem. Ne, ez, ez titok. Nem akarok mindent elbeszélni előre, mert hát, ha még semmisül a... De olyan is van. Olyan is van. Bizony. Na de... Meg. Nem jött többet vissza. Természetes volt számomra, hogy örömömet azt öregapámhoz viszem. Pomkaszi öregapámhoz, és... Emlékszem rá, amikor egyik húsvéti szüneten, középiskolásként utaztam Pankaszba, akkor egész úton, hazafelé, azon gondolkodám, hogy miféleképpen mondom el öregapámnak azt a igen nagy újságot, hogy nekem már célom van. Én már tudom, hogy mi akarok lenni, mit hogyan fogok tenni a világban. Amikor odaértem a házhoz, öregapám nem volt a konyhában, kint volt az istállóban, mentem oda, anélkül, hogy köszöntem volna,
rögtön mondtam a nagy újságot, hogy öregapám, nekem már van célom a világban. Öregapám éppen vitte ki a ganajt a tehén alól, egy pillanatra megállt, és mondta, hogy adjon Isten jó napot. Köszönt, amit én elmulasztottam nagy örömömbe. Aztán nem szólt többet. És én akkor nagyon szomorú lettem, aztán nagyon dühös lettem. Téren meghaltatok a vírben, így messze távolban, idegen országban, nyugszanak közös sírban. Nem tudjuk, hogy hol sírotok, nem hintünk rá a virágot. Értetek a jó Istenhez, mennybe küldjük imánkat. Kik messze távolban, idegen országban, nyugszanak közös sírban. Koszorúkat nem vihetünk a ti sírhalmotokra, mert nem tudjuk, hogy hol a sír az idegen országban. Kik messze távol van, idegen országban, nyugszanak közös sírban. Kik messze távol van, idegen országban, nyugszanak közös sírban. Többet az Istentől kapott tudást, akkor annak a veszedelme támadt a világban, ez az ókorban történt, hogy megszűnik a élet, hogy nem lesz tovább élet. És a Teremtő úgy döntött, a Teremtő fényesség és törvényadó fényesség, hogy emberként közénk születik, az ő életével mondja, meséli azt, hogy miféle Isten világa. Megszabadít bennünket a kövesítéstől. De ezt az embert, az ember élet Istent keresztre feszítettük. És a keresztre feszítés nem volt fölösleges, bent volt az isteni tervben. Hiszen amikor őt keresztre feszítjük, amikor őt fára feszítjük, akkor ez az áldozat adja lehetőségét annak, hogy az embernek új élete lehessen. A magyar tudásban benne van az, hogy Ádám, amikor eltemették, akkor három almamagot kapott a nyelve alá, és ebből a három almamagból, ebből három különböző fa nőtt ki. Egy cédrusfa, egy ciprusfa és egy olajfa. És amikor ideje érkezett annak, hogy Krisztust keresztre feszítjük, akkor ebből a három, már a népünk számára a keresztfa, az életnek a fája. És ebben bent van az a csuda dolog, hogy csak áldozat árán újulhat meg az emberi élet, csak áldozat árán lehet, valósulhat mindenféle élet. Akkori világban egy hónapi summas pénzünk 50 forint volt. De addig vettünk két nyoszaját, egy öt fiókos kasznyit, öt fiókos kasznyit, meg asztalt, meg négy széket. Ezt tudtuk venni az 50 forintból. Mostanat, ott is nagyon messze vagyunk. És mondja, hány éves volt? Hány éves volt? Amikor sommásnak beállt. 13. Most kimaradtam iskolában, majd őszkor jártam napszalma,
Azt akkor a Itó Gyurkova is segít tisztén. Az eredendő ősi szemlélet, az nem lineáris szemlélet, nem lineáris időszemlélet. Borzasztó dolog úgy élni a világban, és a mai ember ilyen, hogy valahol itt születtem. Aztán ebben a sorban élem az életemet. És valahol itt majd el kell mennem az életből. Ez a lineáris szemlélet magával hozza a pusztulástól való félelmet. A körkörös szemlélet a semmiféleképpen nem hordja magába a pusztulástól való félelmet, mert hiszen minden esztendőben, ugyanazon a ponton újra születik a fény, és újra indítja az életet. És minden esztendőben megújul az élet. Minden esztendőben ugyanúgy, de mindig más ruhában, másképpen. Ez az élet izgalma. És a régi ember azt tudta, bárhol is született az esztendőkörös változásrendben, hogy a születése az a nap születésével rokon. Végig járja az ember életnek a körét, hiszen a régiek azt mondták, hogy kerek élet. Van-e értelme és érvénye annak, hogy ezt a lapossat bennem a készület során előkerült, ezt úgy közvetítsen másoknak. Ez mindaddig tart, amíg az első néhány mondat után nem veszem észre, hogy figyelnek. Van, aki úgy figyel, hogy ellenkezik, mert hiszen szokatlan számára, amit és ahogyan közvetítem én az amit. Ez is jó. Figyelnek. És akkor történik valami velem, ami szinte magyarázhatatlan, hogy egyszer csak azt veszem észre, hogy olyan mondatok kerekednek, amely mondatokat én előtte nem formáltam magamba. Eszembe nem jutottak. Én azt hiszem, hogy a téma adja. A figyelem és a téma adja, hogy az ember fölé kerüljön önmagának, hogy a kicsike én az úgy szinte teljesen eltűnjék. Haját, mutasd meg szíved irgalmát, ó Szent Márton, ó nézd le ránk. Ugye legyen, ha mindig úgy mesélte nekünk, hogy még a nagy emberek is voltak jól elfügyek. Mert valamikor a kórusok, a országút mentén kórultak, mert ott pagyoskodtak, ugye nem volt megfelelő ruhájuk, aztán Szent Márton meg ilyen katonatiszt vagy katonatölye való volt, az valami balos volt rajta. Azt azt mondja, hogy ment a kőúton, a lovon, azt meglátta, hogy a kórút didereg a országút mentén, nem szólt az semmit, csak didergett, ő meg leszállt a lovarú, kardjával kétfelé aszította a palotja, és felét a kórusra terítette, felét meg őnek ilyen nekalba tette. Úgyhogy azok is elismerték azt, hogy vannak olyan szegények, akik a szegénységekben megvannak. Úgyhogy akinek van lelke, vagy nem kell, akkor vallottak jól élek, hogy a másikon segítsen. Mindig azt mondta, nektek valamitek van. Ha mind nem is tudod enni, legalább felített oda, mint Szent Márton a köppennyit. Márton koldusnak adta köppennyit, égi magyar hozzám ér, béremet kiontó a magyar nemzetét. Mert én Magyarország, Isten vigyázz reát, ellenség kezében ne
nem adja határa. Az eredendősi szemlélet, az nem lineáris szemlélet, nem lineáris időszemlélet. Borzasztó dolog úgy élni a világban, és a mai ember ilyen, hogy valahol itt születtem. Aztán ebben a sorban élem az életemet. És valahol itt majd el kell mennem az életből. Ez a lineáris szemlélet magával hozza a pusztulástól való félelmet. A körkörös szemlélet a semmiféleképpen nem hordja magába a pusztulástól való félelmet, mert hiszen minden esztendőben, ugyanazon a ponton újra születik a fény, és újra indít. Akkor, amikor én kezdtem kifele jönni a gödörből, mászni, mert azért ez keserves mászások, visszacsúszásokkal. Mennyi idő volt, bocsánat? Egy év. Akkor, amikor már úgy derengett fölöttem, bennem is minden, akkor azért én még megpróbáltam azt, hogy tegyek grafikát, hogy részt vegyek kiállításon. Két kiállításon is részt vettem, de ezek voltak aztán igazán a nagy csődök. Szó szerint csődök voltak. Nem sikerült. Akkor nyilvánvalóvá vált, hogy kaptam egy utat, és azon az úton kell járni. Bármennyire is csábító az, amit